elvétve találni olyan embert Magyarországon, aki ne látott volna tőle legalább egy rendezést. Legyen az valamelyik színpadon, televízióban vagy a moziban. Modernizálta a zenés színházat, valódi kulturális tartalommal töltötte meg a magyar televíziót, és több mint 50 évig színész generációk sorát tanította. Szinetár Miklós van itt. Kazimír Károly egyszer Én azt mondta szépen. önnek, hogy ha egyszer elvisznek téged akasztani, mondta önnek, te akkor is viccelni fogsz. Ezzel azt akarta mondani, hogy ön Isten igazából nem veszi komolyan az életet? E, hát először is nagyon köszönöm a bevezetőt, nagyon megtisztelő. Én komolyan veszem, komolyan veszem, csak hát én mindig azt becsültem, ha valakinek a dolgokra rálátása van. A másik, az életet azt nagyon komolyan veszem, talán saját magamat nem veszem olyan komolyan, mint ami ehhez a gyönyörű bevezetőhöz illő lenne. Ezt a Kazimir egyébként akkor mondta, amikor a Színház és Filmészeti Főiskola főigazgatója volt, és én az Ifigénia Aulisban című darabot rendeztem vizsgába a növendékeimnek, ami hát egy máig aktuális darab, ami ugye arról szól, hogy hogyan áldozzák föl a politikai érdekeknek, a tisztességet, a magánéletet, hogyan hazudnak megállás nélkül oda-vissza, hát már három évvel ezelőtt. Na most ezt némi iróniával csináltuk meg az egész, és ekkor mondta ezt a Kazimír, aki hát ha már szóba hozta, egy egészen kiváló személyiség volt, akiről szebben és jobban kéne emlékezni, mint ahogy szoktak. Én meg arra gondoltam, hogy talán az lehetett te mögött, Kazimir mondata mögött, hogy ön ugye meglehetősen rémisztő és súlyos élmény anyaggal éltet túl, a második világháborút, és talán ott alakulhatott ki önben az a fajta látásmód, vagy felfogásmód, hogy hát az egy nagyon kevés dolog, ami nagyon-nagyon fontos az életben. Igen, ez vitathatatlan. El szoktam mondani, hogy nekem volt egy meghatározó élményem, hogy 12 évesen ültem a légoltalmi pincébe, és egyszerre csak valami borzasztó robaj, mi a Vörös Marti utcában történt, és hát aztán, amikor véget ért a légiriadó, és kértünk az utcára, akkor a szomszéd két házzal arrébb tökéletesen le volt borotválva a bombától egy ház, tőlünk 30 méterre, és akkor két dolog fogalmazódott meg bennem, az egyik azt mondtam, ezt sose felejtem el önmagamnak, 12 éves koromban, hogy és én három hónappal ezelőtt még azért izgultam, hogy hanyas kapok latinból. És aztán később, mikor erre visszagondoltam egy év múlva, akkor azt fogalmazódott meg, hogy innentől kezdve minden csak ráadás. Ezt akkor így módon eldöntötte, és úgy gondolta, hogy hálát igen, és ez, rosnak, va ez valahogy így megmaradt bennem. Ez egész életét gyakorlatilag. Igen, végig igen, igen. Ez, ez nagyon fontos volt, én nagyon hosszú ideig voltam, nagyon sok helyen vezető. És talán azért tudtam megmaradni, mert én ebbe azért nagyon nem éltem bele magam. Szóval egy pillanatra se, soha se. se? Én mindig azt mondtam, hogy az ember olyan, mint egy útisak. Az ilyen vezető, kihúzzák, beteszik, semmi, ennyi. Hát, hogy mennyi az emberi élet, azt most Japánban láthatjuk. Hogy mennyire kiszolgáltatott, mennyire véletlenszerű. Szóval, hogy mindig azon szoktam gondolkozni, hogy az, amit az, egyáltalán az emberiség történetéről tudunk, hát az 8000 év. Hát az egy másodperc. Az ember mind olyan, hát mióta? 40 ezer éve már van valamilyen fajta hon. Tehát a föld 8 hát ez semmi. Ahogy ezt a tényleg zseniális, és nem kellőképpen világméretekben megbesült Madácsimre mondta, hogy arasznyi lét mi sietésre int. Na most ez benne mindig megvolt, azt mindig el is szoktam mondani, hogy amikor ö, elmondom azt az anekdótát, amit már megírtam, amit már elmondtam, de amit nem lehet elégszer elmondani, mert ez életem másik nagy tanulsága. Kérem szépen, 1964-ben régen abban szerencsében volt része, hogy akkor még Kánba volt egy televíziós fesztivál, nem mondták el, akkor még Kánba is volt és a zsűri elnöke a René Kler volt, a nagy francia filmrendező. És mivel kellett egy kelet-európai is, én voltam a zsűri alelnöke. És ez úgy kerültem, hogy abban az évben csináltam meg a Luigi Dalla Piccolának az Éjszakai Repülés című operáját televíziós filmre. Az volt az első operafilm a televízióban. És hát annak nagy visszhangja volt, a Dallapikola még élt, és hát borzasztóan áradozott Európában, hogy én micsoda film, úgyhogy alelnök lettem. Annyira alelnök lettem, hogy ma is megvan a meghívó, hogy a Rönékler úgy döntött, hogy a hét végén couronnement le Festival, megkoronázva a fesztivál, az én filmemet bemutatták versenyen kívül. Szóval az élet tetején mindehez, mint a zsűri alelnöke, laktam a Hotel Majestic-be, baldahinos ágyba, teljes ellátással, tengeri kilátással a teraszomról. Mindez az az élettete. Véget ért a fesztivál, megyek el, búcsúzom, és mondják a portán, hogy a számla. Mondom, miféle számla? Hát én a fesztivál vendége vagyok. Hát természetesen mindenre kivéve, európai szokás szerint az italra. Na most ital alatt ne szeszes italt gondoljanak, hanem ásványvizet. De ott a majestic az olyan áron volt, hogy nekem a nálam levő sovány kis magyar napidiamnak elvitte a 80%-át. Na most akkor még nem repülővel közlekedtünk, hanem vonattal. És úgy volt a kiküldetésem, volt kiküldetési pénzem, hogy egy nap szállás Bécsbe. Mert vonattal Bécsig, ott aludtam, és másnap jöttem volna haza. Na most ez az ásványvíz, még ez az ásvány, ez elvitte a bécsi szállásnak egy jelentős részét. Úgyhogy megérkeztem este a vonattal Bécsbe, és elkezdtem kújtorogni a városba, hogy hol tudok aludni. És minden szállodában kirúgtak, hogy amennyi a zsebemben volt, azért nincs szállás. Végül egy szállodában azt mondta a portás, hogy hát jó, hát ő valamit tud ezért adni, a hát gyöjjeg nézzem meg. És gyalog fölmentünk, mert nem volt lift a házba, a szálloda ötödik emeletére, ahol ott volt egy használaton kívüli fürdőszoba, és a kádba volt egy matrac. És azon, alud... és azon aludtam egy nappal azután, hogy a Majestic-be aludtam baldahínos a baldahínos ágyba a tengeri körkön erre mondtam én azt, hogy hazajöttem, és összehívtam, ez televíziós vezető volt a mag, és azt mondtam, hogy kérem szépen, a vezető a legfontosabb, hogy az ember ébren tartsa a saját jelentéktelenség tudatát. Amelyik vezetőnek nincs jelentéktelenség tudata, annak vége. Volt egy elnöke az Egyesült Államoknak, úgy hívják, hogy Richard Nixon, nem volt jelentéktelenség tudata, a történet ismert. És még sokáig lehetne ezt ragozni. Ennél fogva, önnek például az elő nem fordulhatott volna, hogy fölemelje a hangját mondjuk egy rendezés közben? De nem. Hát Van. Ritkán, nagyon ritkán, ritkán. Nem szeretek ordítani, nagyon ritkán. Persze hát olyan a helyzet, az előfordul, előfordult, de... de... arra mondjuk kényesen ügyel, hogy emberi méltóságában még soha, véletlenül se alázom meg soha, soha, soha. Erről nekem mindenféle írásaim vannak, szóval ilyen köszönő levelek, kórustól, statiszt, akik megköszönik, hogy végre egyszer ember ilyen bántak, vagy nagyon büszke is vagyok rá. Nem, aztán már persze, valójában az embert elönti az indulat, de ha elönt az indulat, és ordítok, az esetek többségében utána bocsánatot kérek. Nem mondja komolyan. De, 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 hogy ne, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Még ha önnek is volt igaz akkor is. Tehát, hogy mondjuk link volt, felkészületlen volt az Igen, énekes, hogy a színész. Igen. Akkor is odamegy és bocsánatot Igen, az kér? Nem, ritkán van igaza. Igen? Az emberek ritkán. Szóval az, 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 azt is mérlegelni kell, hogy mikor van igaz. Erről is van egy történetem. Az úgy szól, hogy televíziós kocsival mentem valami forgatásra, és ült mentem a sofőr, valamilyen bácsinak hívtak, és meg kihajtottunk volna az úton, és valami ménkű nagy teherautó jött, és majdnem, hát ha, ha az utolsó például nem fékez, akkor végül. Hát mondom, hát mit csinál? És akkor rám nézett, és aztán nekünk volt igazunk, Mondom, és akkor mi van, ha nekünk volt igazuk? Egyáltalán ez egy, ez egy borzasztó dolog, hogy ez is mindig. Hát ez, ezek az én hibáim, mert erre mondják, hogy én cinikus vagyok. Ez egy borzasztó dolog, amikor mindig arról van szó, hogy kinek van igaza. Mit, ö, Mit ö, számít az, hogy kinek? Van ön igaz? általában a konfliktus kerül? Ö, kifolyam, nem, 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 nem. Ráulám ezt mondják, de ez így nem igaz. Ez úgy igaz, hogy utálom a felesleges konfliktust de hát gyűlölöm azokat, akik csak azért mennek bele konfliktusba össze. Én utálom. De ha kell, akkor fölvállalom. Erről egy könyvem szól. Tessék el, olvasni operát innen, operán túl. Semmi más nincs, mint a levelezés a, minisztereimmel. Mindkét kormányban nagyon goromba levelek, ahol fölvállaltam a konfliktust. Másik, hogy ne vegyék ezt öndicséretnek, de statisztával nem vállalom a konfliktust miniszterrel, igen. Az, az egy másik dolog, azt szívesen vállom. De oh, erről is van egy történetem. Ültem egyszer az irodámba, és mondták, hogy egy kollega akar velem beszélni a képen. Renn, de mondtam, hogy jó, rendben van, majd délután. Dél, elmentem, délután visszajöttem, ő már idő előtt ott ült az előszobába, És ilyen ökölbe szorult arccal ült, és látszott, hogy ez bejött, hogy te tessék, parancsolj, mondta, ne ülj le. Mondom, te mielőtt elkezdenénk, szeretném veled a következőt közölni. A te konfliktus szükségleted óriási, az enyém nulla, parancsolj. Hát erre nem lehet mit mondani. Szóval. <laughs> 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 Jó. Megvan-e még az az osztályzó füzete? amiben hát tizenévesen elég komolyan és elég tudatosan elkezdte osztályozni az akkor menő operába fellépő, fellépő énekeseket. Megvan, megvan, megvan. És van, miket mi? írt bele? Nagy hülyeségeket. Igen? Mai eszével visszagondolva? Is. Nagy hülyeségeket is. Hát, hogy mondjam, hát a világ legnagyobb, egyik legnagyobb karmester karrierja, a fricsai Ferencről beírtam, hogy rossz katona karmester. Hát mert olyan nagyon csindadra a ez egy hülyeség. De jókat is írtam be, de ami nagyon tanulságos, ami a későbbi, ami ma aztán pláne ö, következőt írtam be, be van az írva az egyik előadásba, hogy rosszul énekelnek, ne akarják rendezősdivel kiszúrni a szemem. Már akkor utáltam azt, hogy helyet, hogy a dolog megszólalna, helyette a rendező mutogatja magát. Akkor mikor karmester akart lenni? Tehát ez még az az időszak, amikor a komponista... Nem, lét... én, én mindig karmester akartam lenni. Még ma is egy picit? Még ma is, ha, ha van újjászületés és van reinkarnáció, amit nem tudok. A szeretne akkor, lenni karmester? Ah, igen. Igen? igen? igen. Tulajdonképpen nekem ahhoz lenne tehetségem, csak nem tanultam meg rendesen zongorázni, mert fájt a hátam nagyon, akkor beteg voltam. Úgyhogy ma igen de ma, ha mondjuk egyedül van a cd lejátszóval, és szól valami szép nyitány, vagy valami etűd, egy szép dalom, azért lendül a kezed? Persze, Igen? persze, persze, és hát folyton véleményem van. Igen? Folyton véleményem van, hogy hogy kéne, hogy, de sokkal több véleményem van a karmesteri munkáról, mint a rendezői munkáról, arról folyton véleményem van. Nagyon korán, 17 évesen került be a főiskolára, érettségi nélkül, hisz Major azt mondta, hogy nem kell itt vacakolni, rögtön Igen. menjen a főiskolára és annak elvégzése után 22 évesen, ha jól számolok, hát rendezett egy fantasztikus darabot, a ki Csárdás király, ez egy legendás darab, az 1600-szor ment összesen. Miután én pár évvel vagyok idősebb az akkori szinetár Miklósnál, rögtön az, az jutott az eszembe, hogy 20 valahány évesen, egy-két évesen, hogy lehet gyomorszorulás nélkül egy Honti Hannát, egy Rátony Róbert, tehát egy feleki kamilt instruálni most nagyon őszinte válaszom, hogy ma már nem tudom. De annyira emlékszem, hogy nem, nem volt különösebb gyomorszó. Talán az volt a dologban a magyarázat, hogy én ezeket nagyon szerettem és becsültem, és ők ezt valószínűleg érezték. Tudni, egy, egy, fiatal embertől ők azt várták, hogy majd agresszív lesz, meg világ, most a főiskoláról, meg az egy világ megváltó világ volt ahol mindig, ha jött egy új rendező, már akkor, akkor mindent fel akart fogadni. Most én, én, őket szerettem, becsültem, valami teljesen más akartam csinálni, mint amit szoktak, mást is csináltam. Az a mai szemmel már régi módi kell, az akkor egy forradalomnak számított nagyon sok szempontból. Ezt most nem akarom részletezni, de nagyon kedveltem őket. De hát voltam én még fiatalabb is, mert ott 22 éves voltam. De én már 19 éves koromban a Magyar Állami Opera voltam. Négyen voltunk, ezek voltak az első ösztöndíjasok. A Melis György, a Házi Erzsébet, Gáncsedit, és én. Tehát én elmondhatom magamról, hogy én voltam a Magyar Állami Operaháznak a legfiatalabb rendezője és a legöregebb igazgatója. Úgy hogy... Te Honti Hannát például tegezte, vagy magáztam? Nem, 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 nem. Magáztam. magáztam. És azt meg Hanácsok. merte neki mondani akkor, amikor nem tudom, én észrevettem, hogy maníros, hogy Hannácska, ez bizony most egy picit maníros volt. Azt nem mondtam, mert én nagyon szerettem a manírjait. Igen? Hát hogy hogyne, én mindig nagyon szerettem azt, amikor valakinek a színpadon személyisége, egyénisége van. Azt mondom a főiskolán, egyszer a tanáltársaimnak, amin szörnyűködtek, hogy én úgy felvételiztetnék hogy meghallgatjuk a növendékeket, aztán hazamegyünk, ők is, három hét múlva összeülünk, és akire emlékszünk, arról tárgyalunk. Na most a főiskolán nem ez, a főiskolán nem ezt keresték, hát azért is hagytam, meg, hanem csak legyen szorgalmas, csak legyen csapatjátékos, csak legyen szerény, csak legyen... Én pedig világéletemben, nem öregkoromban, fiatalkoromban, és én mindig én a nagy bölényekért jártam színházba. Tehát ma is odaülök a képernyőn, és ha látom a csortost, vagy látom a somlait, akkor én boldog vagyok, mert a nagy emberszobrokat látok, és hogy mondjam, és nekem még ma is kéne a besenyei orgánuma, a sinkovis bohózsága. Ezért én a hontjára, de hogy mondtam azt, hát azt élve, én élveztem benne azt, hogy amit én neki mondtam, az egész másról szólt, hogy itt legyen egy nagyobb hangsúly, ott legyen egy kisebb hangsúly, itt ez a jelent inkább erről szól, de a manír, hát Isten ments! Hát az, hogy mondjam, ez az, amit én mindig, hogy nem, nem, hogy mondjam, nyesegetni, le, hogy a latabár mindig olyan latabáros, hát az a jó benne, attól, adjú, hogy jó, vagy leszoktatni arról, hogy ezt sokan akarták ezeket, hát ugye, de nem, nem. Szóval a Hontinak a manírja, az egy egyedülálló, utánozhatatlan, soha vissza nem dolog. Na most egyet, ezért el kell mondanom, hogy a Onti annál, ha valaki megnézi, akkor az én Csárdás Királynő előadásomat nézi, amit én nagyon nem szeretek. Egyszerűen azért nem szeretem, mert a bemutató időpontja 1954, ez a felvétel meg 1966. Ez egy 12 éves előadás. És nem az 1954-es csúcsán levő honti hannával, hanem a már nagyon lefelé hanyatló honti. Ez szóval egy teljesen más dolog, de hát akkor még nem volt rögzítés. Tehát ennek a hatványát képzeljük el. Hát akkor, 54, így, ez, ez olyan, mint valami, ez fantázia kell, ez olyan, mint amikor az ember elmegy valami, gyönyörű kastély Rómia mellett. És ugye el tudja képzelni, hogy milyen volt ez, amikor még nem volt Rómos. Kruscsov látta ezt a darabot Olyan. olyannyira, hogy személyesen gratulált önnek. Én. Emlékszik arra, hogy pontosan mit mondott? Arra nagyon pontosan emlékszem, de annyira, hogy Moszkvában mutattuk be a darabot, és utána átment a Csádás királynő Leningrádba, és onnan kellett volna hazamenni. De nem mentünk haza, mert a Hruscsov nem látta a moszkvai előadást, és direkt a Hruscsov kedvéért visszahozták. Jó, hát a személyi kult, ezeknek a nem volt a maga bája, ő ezt megtehette, hogy visszahozassa. És akkor fölvittek hozzá a pályát, és megmutatták, hogy ez a gyerek rendezte. És azt mondta, hogy nem felejt, akkor tanultam meg ezt a szót oroszul, hogy maladjec. Ami azt jelenti, hogy derék dolog, jó fiú, minden. Igen, de hát más világból, természetesen. Azt mondta egy helyütt, és ezt szó szerint idézem, hogy ennek a szakmának a lényege a siker. Ha gonoszkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy ez könnyen mondja, hisz 180 rendezéséből én nem tudom, hogy lett volna akár csak egy is, amely mondjuk ne lett volna nagyon sikeres. Igaz lelkére. Ha mondjuk közepes tehetség lett volna, vagy ne lett volna annyira sikere minden darabba, akkor lett volna ereje abba hagyni? Biztosan. De egyrészt egyáltalán nem tudom, hogy nem vagyok egy közepes tehetség. Ezt én nem tudom megítélni. Ezt, ezt... nem mondja komolyan, ennyi idő után még vannak kétségei saját magát illetően? Hogy mondjam, nem az én dolgom magam megítélni, de vannak, hogy mondjam, néha vannak rendező kollégák, akiknek megnézem a filmjét vagy a színházi előadását, és hát azt mondom, hogy hát én ezt sose tudnám megcsinálni. Tényleg. Szóval bizonyos dolgokat bizonyos meg ők nem tudnának, ez egy másik dolog. Na most ez, ez nálam egy filozófiai kérdés, hogy tudtam volna abba hagyni, mert mondom azóta bizonyos, én úgy éltem mindig, és ez volt a filozófia, és talán ez sokat segített, hogy mindig mindenkor mindent tudtam abba hagyni. Tehát én azt mondtam, meg is írtam a fiamnak, unokámnak, írt könyvömbe benne, és van az alaptanácsod, hogy az ember túlságosan ne legyen semminek a rabja, ne ragaszkodjon semmi. Ez egy, ez egy fajta, szóval mondok valamit. Mm. Nagyon sz -szer, leleplezem magam, borzasztóan szeretek szivarozni. De ha három hónapig nem gyújtok rá, nem hiányzik. Nagyon szeretek bizonyos ételeket, de ha nincs nép, akkor parizzerrel is el. Szóval Az egész életem arra lett beállítva, gyerekkorom óta, ez egy gyerekkori dolog. Hogy minden jó, ami van, de ha nincs, nincs. Szóval az. Szóval a lányommal egyszer beszélgetünk arról, hogy összeszámoltam, 13-szor kerültem életembe padlóra, úgyhogy kirúgtak, félreállítottak, stb. stb. És valószínűleg azért tudtam mind a 13-szor felállni, mert azt, amit elvesztettem, azt nem éltem át túl nagy veszteségként. Azt nem éltem át túl De nem nagy. is az a típus, aki nyalogatja a sebeit? Tehát nem. az a típus, aki azonnal a következő lehetőséget keresi? Persze, hát még annyira, hogy nem, 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 nem. Persze a múlt mindig nagyon fontos, meg nagyon érdekel, meg gyűjtöm a képeket, meg az emlékeket, meg a cikke. De sebnyalogatás, a, a sebek nagyon fájnak, de mindig rövid ideig. De mi a mondjuk, hogy nagyon röviden összefoglalható talpraállási technikája? Tehát ilyenkor mit kell tenni? Mi a, mi a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb és a leg, uh, leg megoldó képlet felé vezető út? Leginkább a megoldó képlet felé nem vezető nem út? Nem szabad visszanézni. Igen, csak előre? Na, meg, kell el, meg kell próbálni, meg kell próbálni. Meg kell próbálni valami újat kezdeni. Nagyon sokszor kezdtem újat, legkülönbözőbb helyzetekbe. Melyik volt mondjuk a legnagyobb? Csapás, hogy a földre duganás. Azt mondta, hogy 13-szor volt a padlón. Hát, 28 év után, mikor a televízióban egyszerre csak a ö, hajdani ávós főnök, aki, mint ávós engem ellenőrzött, majd többször följelentett, az egyszerre csak, mint a jobboldali kormány jobboldali emberek közül, hogy adja le a belépőmet. Tehát, hogy ez nem, ahogy nálunk szokása, hogy ez már a balzak politikai divatokban benne van akkor 28 év után én a televíziót nagyon szerettem, és nagyon a sajátomnak éreztem. Úgy éreztem, hogy ezt én csináltam, meg minden. Akkor ö, megálltam a szobámba, ahol ki kellett menni, és azt mondtam, hogy hát most engem itt meg kéne hatódni, de nem megy. És elmentem, kész. Aztán nagyon büszke vagyok arra a 28 évre, Csináltam egy olyan televíziót, ami Európában a maga módján nem volt, soha, sehol, semmikor. Ha mondjuk van olyan, hogy az élete főműve, akkor lehet azt mondani, hogy erre tekint úgy? Igen, 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 tulajdonképpen igen. Szóval ez a 28 televíziós év, ez, ez volt az az én főműve, és ezen belül, amit én a televíziós zenés műsorok, zenés színház, meg egyébként, hát talán ez az, ami... Én a legmaradandóbbnak tartok. és a... Legendásan azt mondják, hogy óriási alkotói szabadság volt akkor a kulturális osztályon, és ez elsősorban önnek volt köszönhető. Igen. Viszont nem akart soha, erre nem volt hajlandó cenzúrázni. Nem. Miért? Hát az is. elvei, az hát elvei előtt Egyszer ki is rúgtak érte. Hát akkor, amikor a e, sáráék. Egyszerűen nem. Mert az, hogy mondjam? Mert a sáráéknak a ö, Donkanyar filmjét nem hogy megengedtem, hanem pártoltam, akkor utána engem rögtön leváltottak. Addig elnök voltam, akkor utána letettek főrendezőnek, ami a televízióban fűtő a napnál, hát ilyen nincs. Csak nagyon népszerű voltam, és ezért nem akartak rögtön kirúgni. De a fő vád vele nem az volt, hogy én nem vagyok egy igazi elnök helyettes, mert nem csinálok cenzúrát. Hogy nem? Na most nézze, ezért csinálok egy kitérőt. Én nagyon sok mostani liberálist nagyon nem szeretek. Mégpedig azért nem szeretem, mert nem liberálisok. Tudni, mi, mi, az, hogy liberális? Számomra az a liberális, hogy volt a középiskolában egy francia tanárom, aki francia tanált az osztályt, és azt mondta nekünk, hogy lehet ülve felelni, nem kell felállni, ha kérdek valamit. És akkor mind azt hogy ez egy liberális tanár. Azután a főiskolám én, amikor ez nem lehetett sehol, én Jonescu tanítottam, Jonescu leckét ad, akkor mindenki azt mondta, hogy én egy liberális tanár vagyok. Aztán, amikor engem minden kirúgtak a televízióba, leváltottak, akkor azt mondták, hogy azért, mert liberális vagyok. A liberális számomra az, aki megengedő. A liberális az, akinek az élet felfogása az, hogy lehet így is, lehet úgy is. Sok minden belefér. Nem kell, az nekem nem liberális, csak az, hogy magántulajdonba kell adni mindent, az nekem nem liberális. Az egy ugyanolyan görcsös, dogmatikus, hogy azt kell, hogy mindent kórháza, az nekem nem liberális. Nekem liberális az, azt mondja, hogy az egyik kórháznak az a jó a állami, a másik kórháznak az a jó magán. Az egyik így jó, a másik úgy jó. Na most én egy életen át ezt képviseltem. Én azt képviseltem a magyar televízióban, azt mondtam, hogy a magyar televízió címere zöld mezőbe kírva, hogy is. Nekem az nem liberális, aki az zöld mezőbe az van kírva, hogy csak. Nosztalgiázik néha? Az MTV-vel kapcsolatban? Nem viszket nem, a tenyere, nem. amikor amikor bekapcsolja a tévét? Néz egyáltalán tévét a tanár úr manapság? Nézzek csak hát ez egy másik tévés, meg nagy kínálattól, meg attól, hogy, hogy Hát nézek, de hát főleg a trévelt nézem, mert imádok utazni, az egyetlen hobbim. Tulajdonképpen a hátra lévő éveimet ezzel szeretném tölteni. Most lehet meg egy cikkem a Népszabadságnak a... Uh, utazás mellékletében, az én Ciprusba utaztam, és az otthon mert meg. Ezt szeretném csak Imádok utazni. És világot szeretném. látni, bejárni hát, járját, a azt, környékeket, azt, a, jókat enni, inni, azt, azt igen? Azt azt, 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 igen, nagyon szeretnék. És most már ezzel szeretnék foglalkozni. De mondom, nézem a Trébert, nézem a Spektrumot, ha jó film megy, akkor nézem a story Szóval, hogy mondjam, de az a típusú televízió. Van, van, van egy alapkérdés. Számomra más jelent a televízió és biztos, hogy az elmúlt, amit én képviselek. Például... ott otthon... véglegesen -e? Ez itt a kérdés. Tessék? véglegesen -e? Az itt Val a kérdés. Valami, megmondom, mi múlt el. Ö, annak idején egy ilyen panelházban laktam, és amint televíziós vezető, mindig azt néztem, kiült, kiálltam az erkére, mert onnan látszott az összes ablak, hogy hol villódzik a képernyő, és mindenütt villódzott, és néztem. Ez volt a nézettségkutatás, Ez hogy volt el... Na most én akkor a következőt, ö, ma is a következő van. Nem szólok érted, de otthon megbeszélve a feleségem, hogy valamilyen filmet nézzünk, megnézzünk. És akkor van ott két karosszékben nézzük a televíziót, akkor biztos, hogy az nyolckor kezdődik, én 8-5 perccel leülök és nézem. És borzasztóan idegesít, ha nyolckor a feleségem valamiért kimegy a szobában, és aztán jön. Nekem a televíziózás az egy olyan dolog még ma is, mint a színház, hogy beülök a székbe és nézem. Ennyire komolyan veszi? Én, hogy mondjam, ha nézem, akkor ennyi. Szóval én azt a televíziózást utálom, hogy be van kapcsolva a gép, mászkálnak föl és alá, valamilyen hang eljön, és akkor is a a, a nézettség ízik. De biztos ez a világ. Számomra az igazi televízió, folyton azt tudom, hogy mi, ami az, hogy nézettségi mutató? Ez egy hazug dolog, bekapcsoltsági mutató volt nem nézik, össze-vissza mászkát. na most ezért nincs nosztalgiám, nekem ez iránt van nosztalgiám, a televízió, mint egy olyan élmény iránt, amihez én odaülök, ami nekem egy esemény. Volt az énnek a, ennek a TV zenés színházának, hát volt egy zseniális, Nesztora ő volt az, aki minden csoda, Bánki László meghalt, Következőt találta ki, hogy mindig, ha volt egy zenés színházadás, adás, akkor szétküldött egy Rahedli nézőnek levelező lapokat, amiben az hogy meghívjuk a saját képernyője elé, hogy üljön. Ez jó Nagyon jó. Na most ez nekem, nekem, az a televízió, hogy közben valaki mosogat, a másik cigarettázik, és, izé, és kimegy, és iszik, eszik, és azt mondja, mi van, hogy ez, ez, ez egy másik világ. Zenés tehetségkutatókat például néz, mint egykori ki mit tud megbecsülni, Gyuri tagja? Tehát mondjuk X-faktor csillag születik, meg aztán. Igen, nézem, és úgy nézem, ahogy az előbb mondtam, hogy amit utálok, hogy én magam ilyenkor nem vagyok képes végig odafigyelni, mert csak a számra vagyok kíváncsi. A körülötte levő borzalmas felhajtás az untat. A puritánabb megoldások híve, tekintetben is? Én nem puritán, én, hogy mondjam. A, én szeretek a dologra figyelni, hogyha van egy, izé, van egy. Vetélkedő. Hát mondom, ezek, ezek, amiket én mondok, ezek kövületek. Tehát ha ma televíziót csinálnak, ma már nem így csinálnám, de biztos, hogy nek bennem ezért, ha én beülök, mint néző, akkor én kíváncsi vagyok arra az énekesre, majd kíváncsi vagyok a zsűritag véleményére. Erre a kettőre, a többire nem vagyok kíváncsi. Arra, hogy rángatják ki be, hogy össze-vissza hazudnak körülötte, hogy mi az most éppen izgul, nem izgul. És, és, és hát a másik, ami borzasztó, hogy nagyon, nagyon idegesít a manipulálás. Szóval nagyon, persze a manipulás az élet része. A manipulás a színházi része. A manipulástól van sikere az előadásaimnak. De mértékkel, amikor az jön, hogy és most fölolvasom a nevét, a gyertesnek, és de nem még. Szóval mikor érzem, hogy jaj, Istenem, most engem etetnek. Mikor még telefonáljunk, még telefonáljunk, nem még, akkor ez borzasztó. És amikor érzem, hogy minden előre ki van csinálva, akkor én is kimegyek a konyhába, meg vakarózom, meg nem nézek oda, akkor én is olyan vagyok, mint az a tévénéző, akit nem szeretek. Szóval amikor érzem, hogy nem az, hogy hülyének vesznek, hanem hogy manipulálnak, hogy játszanak velem. Amikor érzem, hogy valahol az egész egy forgatókönyvbe meg van írva. Szóval én azt a televíziózást nem szeretem, amit az egyik, hogy hívják, mondta a múltkor egy beszélgetésem. A tv 2 a Kriszta, ez a nagyszerű a riporternő szerepelte be a gonosz vetélkedőbe. Máté Kisztáról. Igen, és ő is nagyon gonosz, és volt és elmesélte azt, hogy volt egy olyan pillanat, amikor, hát azért, hogy ne legyen ennyire ízé gondolat, azt mondta, hogy hát ő itt kacsintani fog egyet a végén. És erre Londonból kellett engedélyt kérni. A licenc miatt. A London. licenc miatt. Na most én ezt az egész licenc televízió, és szóval, hogy mondjam, meg kérdezte a vetélkedőket. Az a vetélkedő, aminek van valami tétje, tehát ahol az artista leeshet a toronyból, ahol lehet rossz is jó, ahol a dolog kiszámíthatatlan. Azt nagyon szeretem. Ott oda ragadok. De ahol minden előre ki van szám. Tudom, hogy a zsűribe ki lesz a gonosz, tudom, hogy ki lesz a jó. Amikor minden tudok előre a licencből, azt én nem szeretem. Rengeteg tévéjátékot, operafilmet, színdarabot vittek filmre, úgymond az ön vezetése alatt a Magyar televízióba. Az egyik talán legnagyobb siker a Rózsa Sándor volt, ahol ha minden igaz, ő megtanult megtanult a pattogtatni igen. A, az ostort, ugye? Hát, Tudnám még, ha most előkapnák nagy véletlenül egyet? Nem tudom. Na, hogy visszatérek, még egyet, hogy mondjak, hogy mi az, amit én szeretek a televízióban, és mi az, amit nem szeretek. Például szeretem azt, hogy ön nekem most föltesz kérdéseket, én ezekre válaszolok. Én akkor beülök a televízió elé, akkor én arra vagyok kíváncsi, hogy ön mit kérdez, és arra, hogy én mit kérdez. És nem arra vagyok kíváncsi, hogy egy operatőr mögöttem googolva háromszor körbes fárolja a, a szeklént, közben bevágják a csillagos eget, ezt a virágot. Először én nem vagyok erre kíváncsi. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit kérdez, és mit felel. ez lehet, hogy régi módi. Lehet, hogy régi módi, mert a múltkor már a következőt hallottam, hogy tulajdonképpen ez az újfajta televíziózásban azért is nagyon fontos a reklám a kereskedelmi tévékbe, mert a néző már nem bír többet egy helybe ülni, mint 20 percet. Közben folyt. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy az unalmas, amiket beszélgetünk. Én bízom benne, hogy hát nem. én is. Én, én is. bízom benne, hogy nem. De ha ez olyan unalmas, akkor megette a fene, hogy attól válik érdekesé, hogy háromszor körbefárol minket a kamera, hol a tarkómat mutatja, hol a cipőmet. Én ettől, mint néző, nem vagyok boldog. Visszatérő még egy mondat erejéig az operára. Lehet, hogy elkerült a figyelmem, gyakorlatilag mindenhol megfordult a világon, ami fontos és jelentős, mondjuk úgy, hogy opera színpad. Ugyanakkor a Metropolitan és a Milánoi Szkála, ha jól vettem két a statisztikák alapján, az kimaradt. Mi volt az oka, hát a... vasfüggöny? Nem, hát a Metropolitanben nem soha nem hívtak, az miért hívtak volna. A Milánoi Szkálának a szélén volt. A következő történt, 1963-ban Genovában rendeztem a Fradiával ott ami nagyon nagy siker volt, a Corriere de la Sierra, óriási cikket írt róla. És akkor megkeresztek a skálából, hogy rendezzem meg a trubadúrt. És hát én már nagyba készültem rá, hogy trubadúr. Amikor is a skálának a dolgozói hoztak egy olyan határozatot, hogy sztrájkkal fenyegetőzve, hogy senkit csak énekes szabad vendégnek hozni, a több olasznak kell lenni mindenkinek. Díszletmunkástól, rendezőig, világosítótól, díszletem, csak énekes lehet lehetve. Ez akkor életben is volt, vagy három évig, így, 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 így ettől elestem, hát aztán többet már nem. De ez nem bántja, ez se bántja, nem úgy gondol vissza rám, mint egy óriási, hát sajnál, sajnálom, sajnálom, de de volt, volt még egy ilyen, amit nagyon sajnálok, amitől hát elestem, szóval nem, de sok mindent elveszítem, minden sikerül amiután elég sok ilyen nemzetközi filmet csináltam, meg operát, akkor meg akartam csinálni, voltam kint Kínában, és csináltam Kínába egy sorozatot, kínai tájak. És emberek, ami elég nagy teljesítmény volt, mert abban az időben mi rosszban voltunk Kínával, de mégis ezt akkor kibaláztam. Volt egy úti film, Rádai csináltuk, és utána én itt kint tárgyaltam a kínaiakkal, hogy én megcsinálnám a turandot operafilmre. Akkor már nagyon sok operafilm volt mögöttem, és hát a turandot már rendeztem többször, és csináltam is egy forgatókönyvet, a mai napig megvan angol. És akkor hát kiderült, hogy a Turandot joga, a megfilmesítési joga az a Herbert von Karajánnak a tulajdona. A akkor már nyomorék volt, már nem nagyon dirigált, már... És akkor a Karajánnal felvettük a kapcsolatot, hogy adja meg a jogot, és akkor a Karaján azt mondta, hogy ő először szerette látni tőlem valami filmet. És kirendelt Zárdsburgba, és a gyártásvezetővel ott ültünk Zárdsburgba, a Goldene Hirsch című nagyon drága fogadónak a kocsmájában. És vártuk, hogy a Karaján mit üzem, mert az én Janis Kiki filmemet előre küldtük, hogy nézze meg, hogy hívják. És a Karaján megnézte a filmet, és üzent, hogy jöhetünk. Az, az, az volt életem nagy elégtétele. És akkor kimentünk a Karaján házába, ahol a, a, előtte volt a születésnapja, és büszkén mutatta nekem, hogy a feleségétől egy lámát, egy perui lámát kapott a születésnapja. Előtte való évben egy rajzrajzot kapott, most egy lámát de már kacska volt a már alig tudott járni meg. És aztán megnéztem a filmet, ez nagyon jó, megrendezhetem a filmet, de ő a művészeti vezető, mindent akar majd itt az összes falon. nagyon jó, rendben, Na, hazajöttem, elindítottuk a dolgot a kínaiak felé. Mindez a magyar televízióval, történt a kínai televízióval, és a magyar televízió akkori nemzetközi osztályán dolgozó, nem mondom, hogy kicsoda, meghalt szegény, ki nagyon sokszor feljelentett, feljelentések olvashatóak ebbe a irattárba, ahol most ezek is, sokszor feljelent, hogy én lazítom fel a televíziót, meg, meg, meg behozom a nyugatnémet filmeket, meg ilyen. Egyszerűen szabályosan elszabotálta kínaiakkal való kapcsolatáltást. Egyetlen táviratot nem küldött ki. A kínaiak háromszor küldtek hogy várják a választ, hogy van jog, nincs jog. És ne... mikor derült ki az ön számára, hogy ő a fő kolompos? Ő, hogy mondjam, nagyon gyorsan kiderült, mert ő ezt vállalta. Ő vállalta? Azt mondta, hogy ezek olyan, olyan szakszerűtlenül megírt diplomáciai leveg. Például az egyik fő bűn az volt, hogy a követségen keresztül küldtem, és úgy volt megcímező a levél, hogy magyar nagykövetség Peking, holott az úgy kellett volna címezni, hogy a Magyar Népköztársaság nagykövetsége Peking. Nem vicc. És nem küldte el, és a kínaiak egy idő után lejárta, és komolytalannak vettek. Azt mondták, hát a nem köz... Semmi, három héten múlt a dolog. És ekkor se kiabált? De, nem nagyon, de kiabáltam, de hát az illető az túlságosan magas körökbe túlságosan jól feküdt, és bár nem is, hát ez, halottakról vagy ott, vagy semmi. 1996-ban lett először az Operaház igazgatója, de. amit ha minden igaz, akkor csak harmadszori mondjuk úgy megkísértésre vállalt el. Miért várt eddig? Kétszer miért lépett el a lehetőség mellől? Egyszer már 34 éves koromban föl akartak kérni, de akkor azért nem mentem, azt mondtam, hogy én a televízióban nagyon jól érzem magam, én nekem itt végig rengeteg dolgom van, továbbá engem a Hogy az operába is nagyon szeretnek, jobban vagyok az énekesekkel, mindenkivel. Most az, amelyek igazgatónak nem adok nekik elég szerepet, azok, akik eddig a barátaim voltak, megutálnak, ez teljesen más helyzet, nem volt hozzá kedvem, és még valami. Azt mondtam, én 34 éves koromban azért mondtam, hogy ez nem kell. Hát és mi lenne az én igazgatói programom? Hát az lenne, hogy eljátsszuk a Figaro házasságát tisztességesen, jól eljátszva, jól elénekelve. Na most ez a körülöttünk levő sajtónak nem elég. Ezek mindenáron valami újdonságot, valami polgárpukkasztás, valami botrányt várnak, nekem meg az nem tetszik. Ez volt a másik ok, nem vállaltam, mert már akkor. Már akkor ez úgy, ez úgy benne volt a levegőbe, de... De valami nagyon érdekes, valamit el akarok mondani, hogy... Ugye én magam 22 éves koromban kezdtem el, és csináltam el én nagy karriert. Valószínűleg ezért én borzasztóan szerettem a fiatalokat. A televízióban is mindig hát meg kell nézni, hogy hány fiatalt hoztam föl. Rettenetesen szerettem a fiatalokat, most is el vagyok ragadható, biztos nézik ez a pár, aki a spektrumba csinálja. Hát nagyszerű, boldog. Csak is én, ezt és ezt a nagyon, és attól nekik ilyen díjat, remek. De én a valódi fiatalokat szeretem a 20 éveseket, nem ezeket az ötven fölötti fiatalokat, akik modernek, és akik folyton a fiatalok nevébe beszélnek. Szóval Amikor valaki elkezdi nagyon mondani, hogy fiatalítani kell, elég volt az öregekből, az az elmúlt 20 év, 30-40 év az garantáltan 45 fölött van. Akkor jön az a pánik, amikor szeretne ő nem öreg lenni, és ezért nagyon pártolja a fiatalokat amit én csinálok, arra azt mondja, hogy avit, vagy ócska, vagy öreg, vagy nem kell, egy 20 éves fiatal, akkor meghajtom a fejem, és az hogy neki szíve joga, biztos igaza van, ő az új generáció. De amikor ezt a 60 év fölötti múmiák mondják, akkor nagyon dühös vagyok. És mi volt a második alkalom? Ott hagytuk abba, hogy először. Először akkor volt 31 éves, és még egyszer volt, ö... Az, az, nem volt olyan, a 30 az egy komoly ajánlat volt. akkor ak komolyan kérleltek meg, ezt ajánlották. Ez a Rádosi Kálmán után volt, és a Lukács Miklós előtt, és a Lukács ez szerencsére az igazgató, egy kiváló igazgató, de egészen kiváló igazgató volt. És Rádosi is lebeszélt, meg, de az egy komoly ajánlat volt. Később egyszer a Petrovics előtt ott szóba kerültem, de akkor is elhárítottam, mert nem akartam. Amikor 64 éves koromban elvállaltam, már elég öregen, akkor ugye az operaszínház igazgatója már nem volt a televízió, és megmondom össze, akkor már a híjúságom is már annyi énekes keresett meg. Hát ugye, amikor visszajöttem akkor is, én, én, én mindig, félrejtés ne essék engem, amikor visszajöttem, nem a kormány hozott vissza, hanem az énekesek ők írták a petíciót, a Kossuth meg. Sőt, azt hiszem, a szakmai bizottság 20 0 állt ki ön mellett. És... A, 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 persze, úgyhogy akkor az emberben a hiúság is munkált meg. Meg nekem, ugye a televíziót mondtam az előbb, nekem az operaházhoz rengeteg közön van ugyanúgy. Akkor egyszer kérdezték, hogy mi a kettő között az a különbség, hogy számomra, hogy az opera színház az anyám, az nevelt. Az operaház, az anyám, az operáziség, de főleg az operáz, az anyám az nevelt. A televízió a gyerekem, azt én neveltem. Ez két különböző viszony. Két különböző érzelmi viszony. De mind a kettőt szereti és ugyanúgy Mind a, a, kettőt kettőt álló, nagy nagy a kettőt nagyon szeretem, de az egyik az, ahol én csak egy folytatás vagyok, és ahol én ugyan áhítattal nézek föl az elődeimre, meg ahol engem neveltek. A másik meg olyan, amire, hát, mint ahogy az ember a gyerekéről beszél, amit viszont én csináltam. Ha már az előbbiekben azt említette, hogy mennyien kérlelték és szerették volna, hogy az operaház irányítását vegye át, van-e arra önnek megoldó képlete, és tegye félre a szerénységet, hogy miért szeretik önt ennyire? akivel együtt dolgozott, aki a tanítványa volt. Valahogy a munka után is folyamatosan mindig olyan hangot ütnek meg önnel kapcsolatban, amikor önről kérdezik, hogy élvezték az önnel való munkát. Ön egy humánus ember, vagy kínosan ügyel arra, hogy jól érezzék magukat a kollégái? Én akkor éreztem mindig jól magam, a kollégáim is jól éreztek magukat. Ilyen, ez ilyen egyszerű. De meg nem akartam soha, hogy mondjam, ez ugyanaz, mint a komoly. Én nem akartam senkinek, De nem akartam megmutatni. Vannak olyan emberek, ez egy adottság, kollégáim között kitűnek. vannak, akiknek az a fontos, hogy akkor ők most megmutatják. Hogy mondjam, én nem véltem akartam, meg, meg igyekeztem mindig normális hangot megütni. Igényli azt is, hogy szeressék? Persze, minden ember igényli azt, abszolút igényli. Szerette téhes, azt lehet mondani? Persze, biztos, biztos, mindenki az, csak vagy bevallja, vagy nem vallja be. Ez a, ez a két eset van. De hát például azt mindig a tanítványának mondom, hogy ez borzasztó fontos a munka közben. Hát most is úgy rendezem a Macbethet. És ott van a stasz, ez óriási tömeg, minden. Ez, ez borzasztóan fontosnak tartom, hogy időnként, ha én valamiben tévedek, vagy elszúrtam, akkor aztán álljunk meg, bocsánat, én tévedtem. Ezt rengeteg kollégám képtelen kimondani. Hát, mint hogy a kormányok képtelenek kimondani. Mint hogy Magyarországon nincs egy politikus, aki azt mondaná, hogy bocsánat, ebbe neked van igazad. Ilyen nincs. Ez, 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 a figura nem létezik. Ez akkor az egészséges lelkület, annak is köszönhető, mert olvastam, és megmondom őszintén, kicsit meglepődtem, hogy ön az ezotéria iránt meglehetősen érdeklődik. Igen. Ez mennyire komolyan vehető az ön életébe. Tehát mondjuk a horoszkópiát olvas, ez olyan szintig megyen, hogy annál azért jóval komolyabban. Nem, nem. De borzasztóan érdekel például mindaz, amit a Bibliával kapcsolatban írnak, felfedeznek. Tehát például a múltkor a érdekes dolog volt, ez engem nagyon megkapott, hogy lehet, hogy nem egy Mózes volt, hanem kettő két különböző. Az egyik, aki kivezette a népet Egyiptomból, és a másik, aki a törvényeket. Hogy ez két különböző. Meg lehet, hogy a, az Isten, ahol találkozott a Mózessal, az tulajdonképpen a mostani Petrába van, és lehet, hogy a Mózes úgy találkozott vele, hogy ott egy olyan növény van, aminek a bódításától víziói támadnak az embernek. Szóval rengeteg olyan, ezek engem borzasztóan érdekel. Inkább nem? érdekli, vagy mint ideológia magáévá is tesz egyik másikat? Mint ideológiát egyet teszek magáévá, hogy én magam kreáltam saját magamnak. Én több Isten hívő vagyok. Komoly formában. Én hiszen, hiszek abba, hogy a japánoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy ilyen Isten van. Én hiszek abba, hogy a magyaroknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy a magyarok Istene, és a Bibliába igazuk van, amikor azt mondja a Biblia, hogy halljad, Izrael, az örökké való a te Istened. Én hiszek abban, hogy igenis valamikor, valahogy, vagy ma is, voltak különböző Istenek, akik ezt a földet látogatták, elmentek, reáltak. Biztos, hogy nem egy volt, hanem sok volt. Ha nem lett volna, akkor nem lehet megmagyarázni se a Mozartot, se a Shakespeare-t, se a Nagy Sándort, azokat a rendkívüli jelenségeket, amik a földön voltak. Ez azért saját és hiszek abba, hogy ők is, szellemek is, mindenfélék körülvesznek minket. És én még azt is elfogadom, és néha hiszem, hogy van Isten. Egybe biztos vagyok, hogy az összes egyháznak ez semmi köze. Az, az egy másik dolog. De én magam számára ezt alakítottam ki. Abban nagy, Amikor azt mondják a japánok, hogy áldoznak a tenger istenének, lehet, hogy a tengernek van egy istene, és valamivel megbántották is azért tör ki a vulkán. És amikor azt mondják, hogy az erdők istene, azt is elhiszem. Én ezeket hajlandó vagyok bizonyos keretek között. Azt már nem hiszem, hogyha egy totem rázok, akkor az istenettől, ez szó, hogy mondjam, meg főleg azt hiszem el, és az az a lényege, hogy ami nekem borzasztóan tetszik a buddhizmusban, egyetlen egy dolog, hogy a buddha volt az egyetlen vallás alapító, aki bizonyos kérdésekre azt felelte, hogy nem tudom. Tehát én abban borzasztóan hiszek, hogy rengeteg mindent nem tudunk. Azt, hogy van-e Isten, vagy vannak-e Istenek, erre az egyetlen helyes válasz erre számú. az, hogy mi ahhoz túl korlátoltak, túl kicsik, túl jelentéktelenek, vagy sem kevés az eszközünk, hogy tudjuk, hogy van-e, vagy nincs, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Tehát, hogy mondjam, ez is beletartozik az én világképembe. Én egész életemben utáltam a kigyilatkoztatásokat. Ez, mint az előbb mondtam, a liberalizmusról. Szóval én mindig utáltam azt, hogy valaminek így kell lennie. Semminek nem kell lennie. Mindennek vagy így kell lennie, vagy úgy kell lennie. Mindenben az, az a lényeg, hogy mindennek több arca van minden jó és gonosz egyszer, ezt a Shakespeare istenie megírta a Róma és júliába, a Lőrinc varát elmondja, hogy itt vannak ezek a gyógyfüvek, ez a hasznuk, ez az átkuk, és az olyan zseniális, az a legnagyobb vallási tétel, amit a televízió mond el mindig, hogy a mellékhatásokról és a kockázatokról kérdeze meg keze a Tudni, mindenben van mellékhatás, mindenben van kockázat, mindenben van jó, mindenben van rossz, csak ez nem a rendszerváltáskor nem mondták el a népnek, hogy a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg a gyógyszerészét. Ettől vannak a nagy csalódások. Borzasztó aktív a mai napig. kimondhatom a korát? Hogy nem. 79 éves, é. hihetetlen aktív, rengeteget rendez, be van táblázva jó előre. Mit ambícionál még ezen a pályán? Mi izgatja még a tanárulat ebbe a mesterségbe? Hát csak addig csinálom, amíg örömet okoz. Van egyébként egy olyan kor, amíg úgy gondolja, hogy az ember ilyen aktivitással hasonló tevékenyen és hasonló színvonalon tud teljesíteni? Hát gondolom, hogy lassan be kell hagyni. Arra vigyáztam mindig, hát a tanítás is, hogy olyan tanítás, azt mondtam, akkor előbb kell abba hagyni, mielőtt az embert megunják. Úgy gondolom a rendezés is előbb kell abba hagyni, mielőtt az ember azt mondja, hogy jaj, hát már nem kell. Mert biztos, na, lehet, hogy most már nem sok. Hát még van, még, még most megyek Oldus operát rendezni, aztán még mindig visszahívnak Szentpétervárra, mert hát ott nagyon sikeresek a rendezéseim. De előbb-utóbb tényleg utazgatás, ameddig bír az ember utazni, amíg jó a szeme, a föld, amíg szóval meg ez bírja, addig, addig utazgatnék. Ez nagyon fontos, nagyon szerette A Major Tamásnak volt egy isteni mondás, amit mindig idézek. Azt mondta, hogy a mesék végét mindig rosszul mondják el. Mert mindig azt mondják a mesék végén, hogy és addig éltek, amíg meg nem haltak. Hát ez egy hülyeség, de azt kell mondani, hogy és addig éltek, amíg meg nem haltak. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom. Én nagyon élveztem, nagyon köszönöm, hogy eljött. Énekel még rendezés közben? Éneklek, de rosszul. Na, ez az egyik, amire abba kell hagyni. Nagyon fura dolog. Hát én mindig előénekeltem, és mindig énekeltem. Ezt akartam rengeteg. kérdezni. Igen? Igen. Most már, ahogy öregszem, az a bajtámad, ami már nem látszik rajtam, hogy az a dallam, ami itt megjelenik, az mikor elkezdem énekelni, már nem úgy szól. Azt akartam itt, megmondom őszintén, hogy a végén, amire gondol, vagy amelyik önnek kedves, egy-két sort bármiből, Hári Jánosból vagy a János Vitézből én még nem hallottam szinetár Miklós énekelni. Holott azt mondják, hogy remek hangja van. Volt. Volt. Ma már, ma már nincs. Ma már nincs a dolgok, elmúlnak. Én nagyon szerettem, én imádtam a Dunát, mindig nagy Dunapárti voltam. Balaton az egyéb, nekem a Duna volt minden, Uraszak, Dunailag. És elvesztem. Sokat elvesztem. Majd ezelőtt, most már lassan jó 15 éve, hogy kiszálltam a csónakba, azt mondtam, hogy nem megy tovább. De én azt hiszem, hogy egy idő után mindenből így kell tudni kiszállni, hát ha megadatik az embernek a lehetőség, hogy nyugodtan és békében kiszálljon. De hát ez már az előbb említett Istenekem múlik. Remek végszó. Köszönöm. Én nagyon élveztem. Köszönöm.